Az M0-as egyik lehajtójánál állok, Szigetszent Miklós Ráczkeve felé lehetne erre menni, ha lehetne. Hónapok óta, azt hiszem 2 hónapja minimum, gyakorlatilag ez a felhajtó le van zárva, úgyhogy semmiféle egy kapavágás nem történt rajta. Megnéztem a múltkor, nyugodtan végig, nem itt tökéletes állapotban van. Ennek egy 2 hónapra lezárták, és egy kerülővel lehet menni, még most is aránylag nagy a forgalom arra a kerülő felé. Ez nagyjából egy olyan oda-visszatán egy kilométeres kerülő lehet, de ez mondjuk a reggeli, meg az esti csúcsforgalomba mondjuk, de leginkább az esti csúcs, vagy délutáni csúcsforgalomba mondjuk a menetidőt negyed órával megnöveli, mit tudom én, egy fél órás út esetében. Tehát arra szólnak, mit tudom, 1 kilométeren keresztül lépésben a járművek. 2 helyen kell becsatlakozni a útba, ahol elsőbséget kell adniuk, miközben 2 hónapja le van zárva egy olyan útszakasz, ahol semmi, egy kapavágás nem történt. Vérlázító pofátlanság az egész, ahogy mondjuk az útépítők packáznak a közlekedőkkel. Egyszer ez semmi mással nem magyarázható, mint azzal, nem gondolják át, hogy mit csinálnak, nem ütemeznek, letolják a következményeket, nincs gazdája, egy ronda, utálatos Balkán. Erről van szó. Leginkább azt kéne megcsinálni, hogy fogni a francba, bedobálni az árokba ezeket a táblákat, és állampolgári engedetlenség keretein belül megnyitni ezt az utat, áthatni részt ezt. Valószínűleg észre sem van.